Sorra állították le az autókat a Debreceni úton csütörtök délelőtt. Újabb tiszpol ellenőrzés kezdődött. Jó napot kívánok, tudod, hogy alkossz szívás elnőzést lenne 5 cm távolságban, és hosszú erőteljes kívást fogok kérni az útra. Elég. Minden rendben, köszönöm szépen, további jó utat, viszontlátásra. Június 7-e és 10-e között, azaz vasárnapig elsősorban a bódult vagy ittas állapotban lévő sofőröket próbálja kiszűrni a rendőrség, a megye több helyszínén, több időpontban. Az alkohol, illetve a drogfogyasztás drasztikusan növeli a reakcióidőt, ezért is fontos kiszűrni az ilyen állapotban lévő sofőröket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a járművezetők késve, vagy egyáltalán nem ismerik fel a veszélyhelyzetet, később tudnak reagálni. Emellett hátrányosan hat magára a veszély érzetre is a járművezetőknél. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bátrabbá válnak a járművezetők, könnyebben átlépik a sebességhatárokat, esetleges elsőbségi szituációban bátrabban kanyarodnak be, amelyből akár könnyen baleset is származhat. A baleset megelőzés szempontjából az egyetlen és talán a 100%-os megoldás, hogy aki iszik, az ne üljön volán mögé. Vajtó Levente azt is hozzátette, már az enyhe fokú alkoholos befolyásoltságot is bünteti a magyar rendőrség. A sofőröknek azt javasolják, hogy az alkoholfogyasztástól számítva legalább 12 óráig még ne üljenek a volán mögé, mert azt még a szonda is kimutathatja, de a fejfájás, a szédülés, diszkomfortérzés hatással van a vezetésre és a reakciókészségre is.